Szia, Petri Barbie vagyok, a Rhyme Time at Home VIP Club alapítója, és szeretnélek most meghívni a nagy nyári angol szövegértő kihívásunkra. Ezen a kihíváson 12 héten át a Cow Takes a Bow and Other Tales című mesekönyvön megyünk végig, melyben 6 történetet olvashattok el vicces állatos mesékkel, amelyekben csupa-csupa olyan angol kifejezés és szó szerepel, amelyet a kihívás végére ti is a magatokénak tudhattok majd. Ebben a könyvben találtok egy CD-t, amelyen meghallgathatjátok együtt otthon közösen a meséket, ezzel is segítve azt, hogy a szövegértés és az eredeti autentikus angol kiejtés a ti otthonotoknak is a részévé váljon. Ebben a kihívásban szerepel még Hasznos Andrea Baba Angol című könyve, amely egy módszertani segéd lesz a számodra negyedéven át ahhoz, hogy tudd, hogy mikor, hogyan, miért, mit csinálj otthon a babáddal angolul, és hogy ne bizonytalanodj el. Ezt még tovább erősíti az, hogy egy VIP csoportnak is a része leszel 12 héten át. Ebben a csoportban más anyukák is megosztják az élményeiket, a tapasztalataikat, és esetleg a kérdéseiket, kételyeiket, amelyekből te is meríthetsz majd a válaszok kapcsán újabb ötleteket, és felbátorodhatsz arra, hogy hogyan csináljátok tovább az angolozást. A csomagnak része még egy úti mesekönyv, amelyet azért ajánlok nagyon, mert a kisméretéből adódóan tényleg ott lehet veletek utazás közben is egész nyáron. Szeretném még hozzátenni ezt a fantasztikus stickerbookot, Nursery Rhymes stickerbook. Miért is Nursery Rhymes? Azért, mert a kihívás során legalább 25 mondókát és dalt megtanulunk a mesékhez is. Ebben a könyvben ezek az énekek és mondókák életre kelnek majd a számotokra. Ugyanis minden dalhoz matricákat adnak, és így még könnyebben értelmet nyer majd számodra és a gyermeket számára. Az én fiamnak ez volt az egyik első matricás könyve egyébként az Osborne-tól, a mai napig a kedvencünk. Szeretném még egyszer elmondani, hogy ez a kihívás azért nagyon-nagyon hasznos a számodra, mert nem leszel benne egyedül. Egész nyáron át a része lehetsz egy olyan csapatnak, ahol együtt, közösen emésztjük meg és rágjuk át ezeket a történeteket, és olyan játékos ötleteket kapsz mellé hétről hétre, amelyen keresztül tényleg a mindennapok részévé teheted majd a játékos angolozást. Még egyszer tehát megmutatom, hogy a Nursery Rhyme Sticker Book, az utazó mesekönyv, valamint a Cow Takes a Bow and Other Tales with CD könyv a csomag tartalma. Ehhez jön még hozzá Hasznos Andrea Baba angol módszertani könyve, és a VIP tagság, amely negyed éven át lesz a része a csomagnak. Ezen kívül fogsz még kapni minden héten e-mailben tőlem egy PDF-et, amiben ott lesznek a módszertani segédletek, a mondókák szövegei, ezeknek az elsajátítási, illetve játékos feldolgozásai, és egy digitális élménynaplót, ami szerintem egy nagyon nagy újdonság az otthoni babás angolozáshoz, azért mert ott lesz a kezed ügyében egy lehetőség arra, hogy rögzítsd a sikereidet, hogy fényképezz, hogy videózz, hogy feljegyezd az első szavakat, mondatokat, amelyek egy történet vagy egy játszás során a kis gyermeket száját elhagyják, és megörökítsd ennek a nyárnak ezt a hatalmas sikerét, amit utána később óriási élmény lesz visszanézni nektek, és a többi anyukának is, ha megosztod majd velünk a VIP csoportban. 12 hét velünk együtt, online és offline nektek otthon, aminek a része lesz egyébként majd egy közös találkozó is, amelyen ti is részt vehettek, és ahol együtt éneklünk, majd játszunk, mondókázunk, és olvassuk a meséket. És ez a negyedéves program számodra lesz a lehető legjobb mód arra, hogy megalapozd az otthoni játékos angolozást. Ebben a kihívásban negyedéven át olyan személyes segítséget kapsz, amire korábban nem volt még példa szerintem, mert folyamatosan egy olyan online közösségnek lehetsz a része, ahol rajtam kívül még több tucat anyuka hasznos tippeket oszt meg veled, és aktívan részt vesz. Minden héten témákat dolgozunk föl, amelyekhez különböző játékos ötleteket kaptok, témafelelősöket választunk, és bővül egy csoport, bővül egy tananyag, egy file készlet, ami a tiéd lesz a kihívás végére, készül egy playlist, ahol az összes mondóka és gyerekdal egybefönt lesz, amit aztán hallgathattok egész nyáron és ősszel. És én is ott vagyok nektek az egész negyed év során, 0-24 órában elérhető vagyok azért, hogy a kérdéseidre válaszoljak, hogy segítsek, hogy tippeket adjak abban, hogy hogyan dolgozzátok fel a meséket. Good morning, good morning, good morning to you.
Good morning, Mr. Rooster. A játékos otthoni angolozáshoz szerintem elengedhetetlen az, hogy támogatást kapj, és hogy megismerj más anyukákat, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te, akiknek fontos az, hogy angolozzanak már egészen kicsi kortól a gyermekükkel, akik felismerték azt, hogy a játékon keresztül az angol az nem egy tanulás, hanem egy élmény lesz a gyerek számára, hogy az angol otthon, a babáddal, a kisgyermekeddel egy olyan emlék legyen, amire aztán majd öröm lesz visszaemlékeznetek, és tényleg egy más alapja lesz a gyermeked angol tudásának, mint hogyha később az iskolában kezdené csak el. Hatalmas élmény lesz majd visszatekintened arra, hogy a kicsit hogyan kezdte az angolozást. Azért is, mert a sikerek csak így regisztrálhatók, hogyha látod, hogy honnan, hova jutottatok. Erre a kihívásra, hogyha szeretnél csatlakozni, akkor kérlek, olvasd el a videó alatti szöveget, és kattints a jelentkezés alatti gombra. Azt gondolom, hogy ezzel a kihívással élmény lesz számotokra a játékos otthoni angolozás. A játék, a móka, a kacagás, a mesélés, a dalok, az énekek, a mondókázás lesz az alapja a közös otthoni angolozásotoknak. Kattints kérlek a videó alatti linkre, és rendeld meg a nagy nyári angol szövegértő kihívást, amelyen keresztül negyed éven át lesz egy közös programunk. A gyermekeddel, gyermekeiddel játékosan angolozhatsz otthon a mindennapokban. Ennek a programnak lesz a része a VIP Clubnak a tagsága, a könyvcsomag, és az a módszertani anyag, amelyet 12 héten át küldök neked.